Róda Péter közgazdász professzor a vendégünk. Jó estét! Jó estét kívánok! Hát messziről indulunk, Görögország felől indítanék, mert van egy ma esti hír, ami alapvetően igen, borította fel megint a tőzsdéket, a kötvényhozamokat, Görögország CDS felárát, talán ezt a kifejezést már megismertük a magyar CDS felár kapcsán pár évvel ezelőtt. Azt mondta egy Janis Varoufakis nevű görög úr, aki most Görögország pénzügyminisztere, majd a nevét is megtanuljuk, hogy Görögországnak nincs szüksége a mentőcsomag meghosszabbítására, nem tárgyal sem az IMF-fel, sem az Európai Unióval, sem az Európai Bankkal, és nem fizeti ki a 7 milliárd eurós hitelrészletet, amit márciusban ki kellene fizetnie, enélkül kezdi Görögország a márciust. Ez azt jelenti, hogy a görögök bevállalják akár azt is, hogy államcsőd lesz? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, ugyanis én nem látom, hogy ebből miért lenne államcsőd. Ugye ideig azt hallottuk, hogy az Európai Unió meg az IMF finanszírozza Görögországot a nagyon nehéz állapotában. Na most ugye a tények a következők. A görög államadóság mintegy 80%-a az IMF, az Európai Központi Bank és az Európai Bizottság kezében van. Ha Görögország nem fizet, ők mit csinálnak? Szétterjek a kezüket, legfeljebb megkérdezik, hogy akkor az euróvezetben hogy maradhat? Hát az euróvezetben, az üdvözlő szerződésben nincs olyan passzus, amire hivatkozással őket az euróvezetben ki lehetne zárni. Na de akkor ez egy precedens, egy olyan precedens, amitől rettegett Európa, és amiért próbálták nem, a görögöket rendszeren belül igen, tartani, mert hogy akkor majd azt mondhatják a spanyolok is adott esetben, hogy nem fizetünk. Ne. A görögök nem mondják, hogy a kötvénypiacon forgó kötvényeket nem fizetik ki, ők azt mondják, hogy ennek a három nemzetközi szervezetnek nem fizetnek. Na most, hogy jött ez a három nemzetközi szervezet abba a helyzetbe, hogy kiváltotta a piacon forgó kötvényeket, illetve a magánszektor, a banki szektor adósságállományát? És miért tette ezt? Mire föl? Nem volt alapja? Hát hiszen azt hallgattuk sokáig, hogy Görögország csődben van, de facto csődben van, fizetésképtelen, vagy annak a határán mozog, hogyha ők nem segítenek, akkor a görög gazdaság összeomlik. Nem a görög gazdaság omlik össze, hanem az európai bankrendszer. És most nem omlik össze ugyanettől? Nem, mert az európai bankrendszertől ez a három szervezet kivásárolta ezeket a kötvényeket. Akkor mondhatjuk azt, hogy a görögök ügyesek? Persze. Másokkal finanszíroztatták a saját adósságukat? Így van. És ki engedték, hogy az Európai Központi Bank és társai kiváltsák ezeket a hiteleket, bár megjegyzem, hogy például az Európai Központi Bank esetében én az alapokmányban nem látom azt a bekezdést, amely alapján az Európai Központi Bank egy hitelező intézmény lehetne. Tehát még azt sem látom világosan, hogy mi annak a jogi alapja, hogy egyáltalán az Európai Központi Bank ezeket a kötvényeket felvásárolta. De ezt most hagyjuk. Használtam, hogy ügyesek a görögök. Igen. De lehet, hogy azt kellett volna használnom, hogy tisztességtelenek? Van egyáltalán nem, ilyen kifejezés nem, a nemzetközi pénzügyi világban? Nem, ezzel én egyáltalán nem értek egyet. Itt van egy közel 250 milliárd eurós görög adóság. Az egész világ, az égvilágon mindenki tudja, hogy ezt az adósságot Görögország semmilyen körülmények között soha nem lesz képes visszafizetni. Az Európai Unió német vezetéssel most már 5 éve nyúzza Görögországot olyan feltételekkel, amelyek teljesen irreálisak. Az nem úgy van, a magyar közvéleménnyel szemben mondom ezt, az nem úgy van, hogy az adós felel mindenért. A hitelező épp úgy felelős, engem, mint régi bankárt így neveltek legalábbis, hogyha egy hitel bedől, a bedőlését nem csak az adós a felelős, hanem az, aki ezt a hitelt nyújtotta. Na mindjárt eljutunk Magyarországig, de még egy utolsó kérdést tegyek fel. A Ciprasz kormány 5 napos, ez alatt az 5 nap igen, alatt a legfontosabb intézkedések egy része, az kifejezetten olyan intézkedés volt, amit szinte tiltott a nemzetközi pénzügyi közösség eddig Görögországnak, felemelte a legalacsonyabb nyugdíjakat, visszavette csomó kormánytisztviselőt, köztisztviselőt, akiket elbocsájtottak korábban, tehát látványosan és demonstratívan szembe megy azzal, ami korábban a görög politika volt. Fenntartható ez? Hogy ennek mi lesz a végső kimenete, hogy hol lesz a kompromisszum, ha lesz kompromisszum, én ezt nem tudom megjósolni. De itt van egy nagyon-nagyon fontos elméleti tényező. Itt ugyanis az zajlik, hogy a gazdasági tényezőket a rendszer,
amiben élünk, a nemzetek fölé helyezi. Olyan intézetek kezébe adja, amelyek fölött nincs demokratikus ellenőrzés. Az Európai Központi Bankot nem lehet leszavazni. Az Európai Bizottságot nem lehet leszavazni. Ki az, aki megválasztotta Junckert, vagy Draghit, vagy éppen Christine Lagarde-ot? Ők döntenek arról, hogy hogyan éljenek a görögök. Ezt lehet tudni, őket kiválasztotta meg, csak az a kérdés, hogy ők milyen felhatalmazás alapján választották őket. Egyáltalán milyen felhatalmazás alapján? Egy rend alapján zajlik ez nyilván. Na, akkor még egy pillanatra maradjunk itt. Igen. Azt mondja, hogy amit a görögök csinálnak, az lehetséges, hogy szokatlan, de alapvetően a görög nép jól felfogott érdekében áll. Nem csak. És ilyen csak. Módon támogatható lenne? Nem csak. Itt arról van szó, hogy az elmúlt 30 évben a tőke óriási mértékben a munkaerő és a demokrácia kárára tolta át a termelékenységből, a gazdaságból fakadó nyereséget. Teljesen kisajátította ezt a nyereséget, és nem osztozott ezzel a nyereséggel a társadalommal, semmilyen formában. Na most ez olyan méreteket ölt, a szegénység, az elszegényedés és az 1%, amelyik a világ vagyonának több mint 50%-át birtokolja, egy teljesen abszurd helyzetet hozott létre, ugye? Amivel a görögök most szembeszállnak, és azt mondják, hogy kérem szépen, elég volt abból a mitológiából, miszerint a demokrácia és a kapitalizmus valamilyen szimbiotikus, harmonikus viszonyban áll egymáshoz. Nem igaz. Ez két egymással jelentős mértékben ütköző na most fogalom. Haza. Igen, mindjárt befejezem a mondatot. Nekünk az a célunk, és ezért nem tárgyalnak ezekkel a nemzetközi szervezetek. Ez egy régi gondolat. Én ezt egyszer meg is írtam, hogy ez lenne a helyes dolog. Mert vissza akarják állítani a kapitalizmus és a demokrácia közötti egészségesebb viszonyt. Az nincs, az nem lehet, hogy a kapitalizmus, a tőke diktál az égvilágon mindent a demokrácia kárára. A kapitalizmus és a tőke és annak kritikája, azt írja a Time magazin most aktuális száma, amely Magyarországgal is foglalkozik, hogy az ukrán válság kapcsán a putyini gondolkodásmódot az Európai Unióban két állam vezetése támogatja, az egyik most már hónapok óta Orbán Viktor és az ő magyar kormánya, a másik pedig az új görög kormány, mert hogy Tsipras az, aki oly régóta tapsol Putyin minden egyes megmozdulásának látványosan és igen hangosan. És ezzel a Time magazin egyúttal ebben az elemzésében azt is sugallja, hogy Magyarország és Görögország ezügyben egy sarokba fog szorulni az Európai Unióban. Igen, ez nagy részt nem igaz, van benne valami igazság, de nagy részt nem igaz. És én nem tartom valószínűnek, hogy Görögország azt a szerepet kívánja felvállalni, hogy az Európai Unión belül ő legyen az ék. Görögországnak van egy aktuális problémája, amit Görögország meg akar oldani. És mi miért akarjuk azt felvállalni, hogy mi legyünk az ék? Ez egy nagy rejtély, hogy ezt a magyar kormány és magyar ország túlnyomó többsége, a választási eredmények alapján jelentős többsége felvállalta, hogy Európának mi legyünk az ék. Mondott valamit az előbb, ami kapcsolódik a következőhöz, hogy hajdanában, amikor tanulta a bankár szakmát, akkor úgy tanult, hogy olyan nincs, hogy a hitelért csak az felel, aki fölveszi azt az összeget, az is felel, aki folyósítja. Igen. Orbán Viktor azt mondta ma reggel a közmédiában, hogy a hitelesek, a devizahitelesek ma pezsgőt bonthatnak. Ön is így gondolja? Én nem. Én szerintem ugye régóta, 6 év vagy 7 évvel ezelőtt megírtam, a deviza alapú hitelezés egy hibás termék, egy hibás konstrukció, aminek a megalkotásáért a bankok a felelősek. De akkor ezzel azt is mondja, hogy a devizahitelesek, csúnyán fogalmazva, nincsenek megmentve, csak mondják nekik. Igen. Tehát én ezt egy elégtelen megoldásnak tartom. Ráadásul nyilvánvalóan a nem jelzálog hitelesek, tehát a jelzálog nélküli hitelesek ez nem jelent semmit, nem lettek megmentve időzőjelben. A fogyasztási hitelesek, a gépjármű hitelesek. És ugye ott van még a további nagy kérdés, amit rendszeresen felvetettem, és semmiféle érdemi választ erre nem kaptam, hogy jó, akkor a konverzió milyen árfolyamon történik. A Nemzeti Bank nagyon helyesen a tartalékával egy adott összeget a bankok rendelkezésére bocsájt azért, hogy ezzel a devizával a bankok kiváltsák a deviza alapú hiteleket. Milyen árfolyamon teszi ezt? Hát ez az egyik év, Rogán Antalma külön kiállt kiemelni. Igen? Azt a sajtótájékoztatón, hogy ha a
256 forintos árfolyamot nem stabilizálja a magyar állam, és nem köti ki. Igen. A Magyar Nemzeti Bank nem ezen folyósít, és a Magyar Nemzeti Bank nem köti magát ehhez az összeghez, akkor most a devizahitelesek már réges-réges azzal néznének szemben, hogy a 300 forintos árfolyamot fizetik. Nem erről van szó. Én annak idején javasoltam, hogy a Nemzeti Bank az ő bekerülési árán bocsássa ezt a tartalékot a bankok számára, tehát annyira adja el, amennyiben nekik ez a tartalék került, amikor ezt megvette a piacon. Na de akkor Matos, miből költene most 300 milliárdot? Hát ez az. Tehát, és akkor eljutunk a következő témánkhoz, hogy költhetem Matos, de most nagy lépésekkel haladok. Azt mondja, hogy nincsenek megmentve, csak becsapva? De nem azt mondom, hogy ez a mentőcsomag elégtelen. Így pontos. Igen. Matolcsi György és a 300 milliárd. Igen. Azt mondta Rogán Antal a Hír TV-ben, és azt mondta Orbán Viktor ma reggel a közmédiában, hogy Matolcsi Györgynek nincs is lehetősége arra a jegybank törvény alapján, hogy az ő nyerességét, ami a Nemzeti Bankban keletkezik, befizesse az államkincstárba valamiféle célra, vagy alapvetően csak az államkincstár negatív szaldójának kipótlására. Van módja? Nem csak, hogy van módja, hanem ez egyáltalán nem így működik. A Magyar Nemzeti Bank egy részvénytársaság. A részvénytársaság, a részvények tulajdonosa a Nemzetgazdasági Minisztérium. A részvénytársaságra vonatkozó törvények alapján a nettó haszon felosztásáról a tulajdonosok rendelkeznek. Azaz Varga Mihály és a Nemzetgazdasági Minisztérium kötelessége eldönteni, hogy mi legyen ezzel a haszonnal. Ezt nem érinti a Nemzeti Bank függetlenségének kérdése? A Nemzeti Bank függetlensége maga a Nemzeti Bank törvényben van, az első cikkei második bekezdésében szó szerint meghatározva. A Nemzeti Bank függetlensége azt jelenti, hogy a Nemzeti Bank vezetősége nem kér a monetáris politika kapcsán, monetáris politikára vonatkozólag nem kérhet és nem fogadhat el utasítást a kormánytól. Ez nem ugyanaz, mint hogy nem fizethet. Azt mondja a jegybank törvény, 147. paragrafus 5-ös bekezdés, igen, hogy a tárgyévi eredményből vagy az eredménytartalékból az igazgatóság a 12-es paragrafus 4-es bekezdés B pontja alapján meghozott döntésében foglaltak szerint fizet osztalékot. Igen. Ez az az összeg, amit bármikor befizethetne az állam felé, vagy csinálhat alapítványt és finanszíroz belőle képzést. Teljesen így van. Tehát ez, amit a miniszterelnök úr, illetve Rogán Antal állít, ez nincs összhangban a Magyar Nemzeti Bank törvényével, amit egyébként a Fidesz kormány alkotott meg 2013-ban. Nem tudom elképzelni, hogy ők ezt a törvényt nem ismerik, vagy ha igen, akkor... De én ezt nem értem, hogy ez mire jó. Ezt egyszerűen nem értem. Öntől vártam a választ erre. Azt mondta a BBC budapesti tudósítójának, Nick Thorpe írása szerint, hogy Orbán Viktor végzete Matolcsi György lesz. Igen. Mire gondolt? Arra gondoltam, hogy ezek a programok és ezek a lépések, amelyekről éppen most beszéltünk, nézetem szerint indokolatlanok, és mint ahogy azt már korábban számos alkalommal elmondtam, ami miatt a Nemzeti Bank különböző közleményeket adott ki, és ezért, hogy én ennek a tevékenységnek a jogi hátterét és alapját a Nemzeti Bank törvényben nem tudom felfedezni. Nem látom. Azt mondja, hogy törvénytelen? Én nem azt mondom, hogy törvénytelen. Ezt azért kérdem, mert Bokros Lajos ezen a héten ezt itt az ATV-ben már egyszer kimondta. Kérdem, hogy egy véleményen van-e véle. Nem. Én az, hogy törvénytelen vagy nem, az egy bíróságnak a dolgának a megállapítása. Én azt mondom, hogy van egy Magyar Nemzeti Bank törvény, amelyik meghatározza, hogy a Nemzeti Bank mit tehet. A meghatározott tevékenységek között az most taglalt tevékenységek nem szerepelnek. Na, még egy utolsó téma. Igen. A magyar kormány helyzete Európában és a világban. Igen. Azt írja egy cikkében, hogy minthogyha megszületett volna
a béke Magyarország és az Egyesült Államok kormányai között, minthogyha kiegyezés látszódna a magyar-német politikai konfliktusban, minthogyha elsimulni látszódnának a nagy hullámok. De mi simítja azokat el? Hát ugye Amerika szempontjából a fontos tényezők a következők. Egy, hogy Magyarország megszavazza a szabadkereskedelmi szerződést, amit most tárgyalnak az Európai Unióval. Ott egy tagállam nem szavazata az egészet borítja, tehát minden egyes szavazat számít. Igen. Tehát ez számukra egy nagyon fontos dolog. Én ezt a szabadkereskedelmi szerződést úgy, ahogy van, ellenzem, nem tartom helyesnek, és nem tartom kívánatosnak, hogy Magyarország ezt megszavazza. De egy ideig úgy tűnt, hogy az Orbán kormány is így gondolkozik, de az utóbbi hónapokban úgy tűnik, hogy az álláspontját utóbbi hetekben inkább megváltoztatta, és jelezte Szijjártó Péter, hogy ő ezt a megállapodást nagyon helyénvalónak találja. Tehát ez az egyik amerikai cél. A másik amerikai cél pedig az, hogy a Putyinnal való flörtöt valamiféle kordába tartsuk, tehát annak meglegyenek a pontosan kijelölt határai, és azon ez a kapcsolat ne terjeszkedjen túl. Ja? És úgy tűnik, hogy ez is megvan. Orbán Viktor bejelentette, hogy bár az európai álláspont Putyinnal, illetve Oroszországgal szemben nagyon káros Magyarországnak, az európai egységet ő nem kívánja megbontani, tehát ebben az esetben ugye nem kívánja az ég szerepét betölteni, és elfogadja, hogy ez az európai álláspont. De hát én elképettel hallgatom. Ez azt jelenti, hogy fegyverletétel, a szabadságharc elvész, lehet, hogy megnyerjük a békét, de elveszítjük a háborút. Hát én nem tudom, hogy miről szólt ez a szabadságharc. Tehát ez nem tudok hozzáfűzni semmit. A harmadik az amerikaiak számára fontos és aggasztó körülmény pedig a terjedő antiszemitizmus kérdése volt, és erről is ugye hát volt jelentős, nyilvános nyilatkozat is az amerikai részről. Orbán Viktor elment a zsidó temetőbe. Ez ennek az eredménye volt, úgy véli? Hát én nem tudom, de elment. Önmagában azt gondolom, demokratikus állam magát demokratikusnak gondoló vezetőjétől a minimum. Jó, amikor az emlékmű, ugye a szobor állításáról, a holokauszt emlékmű állításáról volt szó, akkor nem tudom, hogy nem hallottam, hogy járt a zsidó temetőben abban az időszakban. Ez az Orbán kormány békés hónapjainak ára, amiket most felsorolt? Én azt hiszem, hogy az Orbán kormány helyesen cselekszik. Tehát ő érzi politikai mozgásterének a határait, helyesen méri fel a helyzetet, és rendezni kívánja a sorait, szeretne konstruktívabb kapcsolatba lépni az Amerikai Egyesült Államokkal, és Németországgal is. Yeah. Hát ez fegyverletétel a előző karcsörtetéshez képest, de valószínűleg ezzel mindannyian jobban járunk, akik itt élünk. Igen. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.